Helyi gazdaság, új ipari park épült Nyírtéten. Ez a hét a könyveké, könyvtári hét kezdődött a vármegyei Fiókokban. Verbunk napja, 230-an ropták az ősi magyar táncot a Sóstói Múzeum faluban. Jelentős gazdasági mérföldkő Nyírtét életében elkészült az ipari parkok településen. A csaknem 3 hektáros területen többek között egy új raktárépület készült el. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Nyírtéten nem csak az új raktárépület készült el, a meglévő létesítményeket is felújították, emellett az új úthálózat is megépült a nyírtéti ipari parkban. Vetőgépet szerelnek a nyírtéti ipari parkban. A monstrummal hamarosan közel 120 hektáron vetnek majd kalászost a község határában. A munkagép karbantartásához szükséges műhely a közelmúltban készült el. A több mint 2,5 hektáros ipari terület fejlesztésére korábban vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat. Napjainkban készült el a beruházás, 2021-ben pályáztunk top projektgazdaságfejlesztési program keretén belül. Egy elvárt igényt sikerült ezzel a projekttel megvalósítani, hiszen korszerűsíteni tudtuk a műhelyépületünket, raktárépületet tudtunk beépíteni, tűzvíztározót építettünk, valamint a teljes iparterületnek a belső úthálózatát sikerült szilárd burkolattal elrát. Az önkormányzat jelentős erőgépparkkal rendelkezik. A betonutak mellett ezért fontos volt, hogy gondoskodjanak a járművek és a munkagépek állagmegóvásáról. Éppen ezért a felújított és az újonnan épült műhelyeket, csarnokokat korszerű energetikai szempontok szerint alakították ki. Az önkormányzat 1991 óta önálló gazdasági társaságot hozott létre. Napjainkra ez a gazdasági társaság 450 hektáron termel növényt, elsősorban gabonafejléket, illetve 60 hektáron dohánytermesztéssel is foglalkozunk, és a megtermelt javaknak a raktározása az minden évben gondolt problémát jelentett, illetve az erőgép munkagépparknak a karbantartása szintén fontos tényező társaságunk életében, és ezeket a karbantartásokat is szerettük volna modern körülmények között biztosítani. Az önkormányzat a terület és településfejlesztési operatív programból több mint 330 millió forintos forrást nyert a fejlesztésre. Új automata légszennyezés mérőállomást adtak át Nyíregyházán. Az önkormányzat a vármegyei kormányhivatallal, valamint román és ukrán partnerekkel közösen összesen 100 mobil mérőműszert is beszerzett. Ezekből 60-at a vármegye székhelyen telepítenek. Az eszközökkel átfogóbb képet nyerhetnek a szakemberek a város levegőjének minőségéről. Új légszennyezésmérő állomás Nyíregyházán. A műszer telepítése azért volt fontos, mert a jogszabály szerint több mérőállomás átlagából kell megállapítani a levegő minőségi helyzetet. A vármegyeszékhelyen eddig egy mérő működött, a belváros egyik legforgalmasabb pontján. Szakemberek szerint ez is az oka, hogy Nyíregyháza a legrosszabb levegőjű városok között szerepelt. Több évvel ezelőtt akartuk azt, hogy legyen még egy mérőállomás. Most sikerült elérni egy interreges pályázatunk, nyertes pályázatunk keretében, amit Szatmár Németivel, Ungvárral együtt adtunk be. Van egy közös cégünk Szatmár Németivel, az nyert el. És itt ugye lesz egy másik állomás, és átlagadatok szerepelnek majd, úgy, mint egyébként Debrecenben és Miskolcon is, és emellett pedig 60 mobil eszközt is elhelyeztünk, ebből 30 óvodáknál van, átfogja a teljes város, tehát tudjuk monitoringozni a levegőminőség helyzetét egész Nyíregyházán, és ebből tudunk következtetéseket levonni, és intézkedéseket is tenni, ha szükséges, a levegőminőség javítása érdekében. Sárgával a PM10-es frakció értékét látjuk, a pirossal, a rózsaszínnel a PM2 és felett. A műszer a hőmérséklet, a légnyomás és a páratartalom mellett a szállópor PM10-es és PM2,5-es frakciójának mérésére is alkalmas. Ezek a részecskék komoly légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak. Míg a PM10 a tüdőbe jut, a PM2,5 sokkal veszélyesebb, mivel a tüdőből a véráramba is bekerülhet, súlyos elváltozásokat okozva a szervezetben. A mérőállomás adatait folyamatosan nyomon követik az illetékes kormányhivatal munkatársai.
A levegő minőségi iroda az májustól működik, megfelelő géppel, kiadványokkal rendelkezünk, és minden héten a kollégák, levegőtisztaságvédelmi kollégák elemzik az elmúlt hétnek a levegő minőségét, és egy ilyen előrejelzést próbálnak adni, hogy mi várható a héten, hogy aki érintett, aszmás, idősebb, vagy a gyerekek fel tudjanak arra készülni, hogy mikor várható olyan levegőtisztaságvédelmi helyzet, amikor szennyezőanyagok feldúsulhatnak. Tehát ez a irodának ez a feladata, hogy ezeket az elemzéseket elvégezze, és amikor ennek a másik automata mérőállomásnak is az adatai validálásra kerülnek, akkor gyakorlatilag ezek az adatok bárki számára elérhetőek lesznek. A mérőállomás akkreditációja jelenleg is zajlik. Ezt követően az eszköz az országos légszennyezettségi mérőhálózat része lesz, az itt nyert adatok pedig a következő hetektől válnak hozzáférhetővé a légszennyezés.hu oldalon. A nyitva hagyott ablak miatti beázás az egyik leggyakoribb káreseménye az albérleteknél. Ebben az esetben fontos, hogy a lakás tulajdonosa kössön biztosítást az ingatlanra. Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a bérlő által okozott és a biztosítási események között fel nem sorolt rongálási károkat a lakásbiztosítási szerződések nem fedezik. A kaotikus időjárás, a hirtelen jött viharok komoly károkat tudnak okozni egy-egy ingatlanban. Éppen ezért az elmúlt időszakban egyre többen kötnek kiterjesztett lakásbiztosítást, ami az általános viharkárokon túl, akár rövid zárlatokra, vagy tetőbeázási és vakolatkárokra is kiterjed. De nem csak az időjárás okozhat kellemetlenségeket a lakás tulajdonosának. A Nyíregyházi Egyetemen is elkezdődött már a szorgalmi időszak, és a hallgatók sokszor a kollégium helyett inkább az albérletet választják. Nagyon fontos, hogy bútorozott vagy bútorozatlan-e a lakás. Ugye nagyon sokan úgy adják ki a lakásukat mondjuk diákoknak, hogy teljes bútorozással, illetve teljes műszaki gépberendezéssel. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ugye a tulajdonosnak kell biztosítást kötnie, és teljes körűen az ingóságokra is kiterjedjen ez a biztosítás. Hogyha bútorozatlan ez az ingatlan, akkor viszont magáról az ingóság biztosításról a bérlőnek kell gondoskodnia, a tulajdonosnak pedig ugye az épületre kell megkötnie a biztosítást. De lehet ebben ugye egyezkedni is, hogy megállapodás kérdése, hogy ki köt rá biztosítást, de nagyon-nagyon sok problémától mentesít az, hogyha van. Albérlet esetén is számos kár felmerülhet akár gondatlanságból, akár az albérlő hibáján kívül. Ezekre is megoldás lehet a lakásbiztosítás. A villámcsapás következtében megsérülő műszaki berendezések, ez hogyha egy bútorozott és teljesen felszerelt lakásról beszélünk, akkor ugye itt súlyos károkat tud elszenvedni akár egy televízió készülék, vagy bármilyen más háztartási gép. Csőtörés miatt gyakori, hogy a konyha bútorázik el, vagy egyéb ingóság. Itt is ugye, hogyha beépített konyha bútor, akkor az ugye a lakásnak, lakásbiztosításnak a része. Ha olyan ingóság, ami ugye vagy a bérlő, vagy a bérbeadó rakott be, akkor az is ugye kérdéses, hogy ki fogja téríteni. Gyakori még a nyitvahagyott nyílászárón történő beázás, amikor ugye az albérlő nyitva hagyja a nyílászárót, és ugye beázik a fal, vagy az esetlegesen ablak alatt lévő bútor, vagy nem zárja be rendesen, vagy be sem zárja a bejárati ajtót, és ugye besuranás következtében eltulajdonítanak ingóságot. A közép- vagy hosszú távú albérlő helyett egyre többen a magasabb éves hozamot jelentő rövid távú bérbeadást választják. Magyarországon is gyorsan terjed az Airbnb, de ez biztosítás szempontjából okozhat némi fejtörést a lakástulajdonosoknak. Egy az, amit meg kell jegyezni, hogy az elején tisztázza mindenki, hogy ki kötött biztosítást, mi van abban a biztosítási fedezetben, és ugye súlyosan gondatlanul elkövetett károk, azok soha nem fognak térülni. Külföldön ennek egyébként nagyobb szele van már, hiszen nagyon sokan használják ezt az Airbnb-t, és ott már külön felelősségbiztosítási módozatok léteznek erre. Nálunk még ez most kezd kialakulni, és ha valaki így adja ki, akkor esetlegesen egyedi záradékokkal tudja ellátni az apartmanját, vagy a nagyobb kiadó ingatlanját. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azonban ez a fajta bérbeadás még gyerekcipőben jár.
Kicsik és nagyok egyaránt találhatnak kedvükre való programokat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a hétfőn kezdődött országos könyvtári napok keretében. Mintegy 150 településen lesznek író-olvasó találkozó, kötetbemutatók, gyermek- és ifjúsági programok. Október 5-én pedig Karádi Katalin emlékest várja az idősebb korosztályt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. Idén 17. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán az országos könyvtári napokat. A rendezvény sorozatnak több célja is van. Lehetőséget ad közönség találkozókra ismert vagy kevésbé ismert írókkal és költőkkel. A könyvtárbarátok a legújabb köteteket foghatják és olvashatják első kézből, és garázsvásár keretében régi kincseket is lehet találni. De célja az is, hogy közelebb hozzák a könyvtárat az emberekhez. A könyvtárnak van egy alapfunkciója, ugye ez a gyűjtés, az igényeknek a kiszolgálása, az olvasóknak a kiszolgálása. Ugye ez azért, hogyha az ember belegondol, ez az ókortól kezdve így van. Nem véletlenül gyűjtötték össze a különböző pergameneket, iratokat nagy könyvtárakba, Ninivébe vagy Alexandriába, de pontosan azért, hogy egyfajta tudásbázis képezzenek, és a tudást meg is őrizzék. Hiába változik a világunk, nyilvánvalóan ez a tudásbázis szerep azért itt van a könyvtárban, hiszen sokan járnak ide kutatni, sokan járnak olvasni, művelődni, viszont a világunk az robog. A digitális technika igen erős, már nyilvánvalóan mindenhol, tehát a könyvtár elmegy ebben az irányban is, a digitalizáció felé segíti az embereknek ezt a fajta igényeit is kielégíteni. Azért van benne egy olyan közösségi szellem, egy olyan dolog is, ami nagyon fontos, azt hiszem, az emberek életében. A programok között a legkisebbektől az idősebbekig mindenki talál kedvére valót. A gyerekeknek bábelőadások és meseolvasás, míg a felnőtteknek Karádi Katalin emlékestel szeretnének kedveskedni a szervezők a központi könyvtárkamara termében. A programokon nem csak a nyíregyháziak vehetnek részt, a könyvtárbusz is úton lesz. 150 kis településre szervezünk mi programokat, de a vármegyébe szinte valamennyi nyilvános városi könyvtár is csatlakozott, és az ő programjainknak a megvalósulását is segítjük és támogatjuk. Hát minden korosztályt megcéloztunk, a legkisebbektől a legidősebbekig, kicsiknek gyermekfoglalkozások, vendégeink lesznek, gyermekkönyvírók, bábelőadás, zenés műsorok, kézműves foglalkozások. És amellett, hogy mi is visszük ezt a sokszínes programot és írókat, költőket, előadókat, maguk a könyvtárok is szerveznek még külön, amit saját maguk meg tudnak valósítani programokat. Ilyenkor ingyenes mindenhol a beiratkozás, ahol van késedelem, elengedjük. Az országos könyvtári napok idei mottója a könyv híd, a könyvtár összeköt. A program sorozat október 2-től 8-ig tart. Elszenvedte 6. vereségét a kisvárdai futballcsapat. Mátyus János együttese az NB1 8. fordulójában a Fehérvár FC otthonában kaptak ki 3-1-re. A további eredmények a következők. Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-1, Paks Mezőkövest 2-1, MTK Budapest Ferencváros 1-6, DVSC Újpest 1-2 és DVTK Kecskemét 3-1. A tabella élén a 18 pontos Ferencváros áll, a 4 ponttal 12. Kisvárda pénteken a 12 ponttal 7. Puskás Akadémiához látogat. Az NVSC Big Boxing 1 arany és 1 ezüstéremmel, a rendező nyíregyházi boxklub 1 arany, 5 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a junior és ifjúsági országos bajnokságot. A Continental Arénában 71 egyesület, 351 ökölvívója lépett szorítóba. Nagy üzem volt 4 napon keresztül a Continental Arénában, a magyar ökölvívás közvetlen utánpótlása mutatta meg magát a 2 szorítóban. Ebben az évben a korosztályos Európa-bajnokságokon 17 érmet szereztek a hazai bunyósok, így garantálva volt a színvonal is. A szövetség elnöke azonban nem csak ezzel volt elégedett. A rendezvény megszervezése, a rendezvény lokációja, a mérkőzéseknek a minőség az kiemelkedő. Úgy gondolom, hogy Nyíregyházára kell hozni minél több olyan nemzetközi mérkőzést és versenyt, ami az ökölvívást tudja úgymond promotálni. A Müncheni olimpia bajnoka Gedó György 8 éve szakmai vezetőként dolgozik azért, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg az ökölvívással.
nem az edzésen, vagy a mérkőzésen kell megtanítani a gyereket egy perc alatt az ökölvívásra, hanem az edzőterembe kell megtanítani. Oda kell csalni őket, oda kell vinni, és meg kell neki magyarázni, hogy hogyan tudja egyszerűen és szakszerűen megtanulni az ökölvívó sportnak az alapjait. Ez a lényeg az egész. Az ökölvívó sportnak az tulajdonképpen azon múlik, nagyon sok olyan személyi tulajdonságot fejleszt az ökövó sporták, amik nagyon kevés sportákban találhatók meg. Az ökövó sportban kimondottan erről szól a történet, tehát hogyha valakit megütnek, akkor nem a vörös függöny fog lehullani, hanem tovább kell nyugodtan ugyanúgy versenyezni, és ugyanúgy gyakorolni, és ugyanúgy viselni azt a produktumot, ami tulajdonképpen éri a fiatalt. Az NVSC Big Boxing versenyzői egy arany és egy ezüst érmet szereztek az OB-n. Három versenyzőt indítottunk, abból kettő már volt magyar bajnok, a Petrimán Patricia kétszeres magyar bajnok, Kis Sándor egyszeres magyar bajnok, illetve egy kezdősrácot, aki ötödik pontszerző, ötödik lett most, jól szerepelt. A Pati megnyerte, a torna legjobb junior női ökölvívója címet megszerezte, így a harmadik magyar bajnoki címét is sikerült begyűjtenie. A Kis Sanyika pedig a döntőbe már úgy nézett ki, hogy elfáradt, két nyert meccs után érkezett, így ezüstéremmel zártam a magyar bajnokságot. A Nyíregyházi Boxklub 6 versenyzője jutott döntőbe. Közülük a szupernehézsúlyú Bodnár Csaba győzött, a többieknek ezüstérem jutott. Emellett még 4 bronzot is szereztek a rendező klub boxolói. Nagyon fáradt vagyok, nagyon fáradtak vagyunk, nagyon meg vagyok elégedve a szervezéssel, a gyerekeknek az eredményeivel. Lehetett volna egy kicsivel jobb is, ugyanis lecsúsztunk a junior csapat kupáról Hajszál híján. Egy aranyérem, 5 ezüstérem és 4 bronzéremmel zárjuk ezt a versenyt. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó eredmény. Nagyon sokat dolgoztak a srácok, nagyon jól teljesítettek. Nyilván a hazai pálya előnyének is köszönhetően óriási szurkolótáborunk volt, úgyhogy nagyon büszkeséggel tölt el ez engem. A nyíregyházi boxolók nem pihenhetnek túl sokat, a hétvégén ugyanis mindkét klub versenyzői szorítóba lépnek az Eger Kupa nemzetközi tornán. Ismét rolleres baleset történt Nyíregyházán. Ma délelőtt a Széna téren egy kapubejárón hajtott ki egy személyautó, amikor összeütközött egy rollerrel. A kétkerekűt hajtó fiatal a balesetben megsérült, őt kórházba szállították. A karambol körülményeit a rendőrség vizsgálja. Ismét a Verbunktól volt hangos a Sóstói Múzeumfalu szombaton délután, nem csak Nyíregyházán, hanem az egész országban ropták egyszerre az ősi magyar táncot. A Verbunk 2019 óta része az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékének. Idén a Mese napjával közösen ünnepelték a táncot Sóstón. 230 táncos ropta a táncot a Múzeumfaluban, Sóstón. A legbátrabbak beállhattak a táncosok közé, hogy a nagyon sokféle verbunk valamelyikét megtanulják. A verbunk leginkább férfi táncként létezik, de páros és csoportos formája is ismert. A verbunk tánchagyománya a csádással együtt 2019-ben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe, s ennek kívántak a szervezők méltó módon hangot adni határon belül és túl. A Verbunk napját először 3 évvel ezelőtt rendezték meg a Hagyományok Háza kezdeményezésére. Az idén 5 helyszínen ropták ezt a jól ismert táncot. Az idén úgy döntöttek, hogy mind az 5 helyszínt azonos mértékben meg is támogatják, tehát van egy kis anyagi forrás arra, hogy meg tudjuk rendezni, hát hiszen egy csomó minden szervezést igényel, zenekart, úti költségeket, és hát így aztán úgy gondoltuk, hogy itt ez a legjobb helyszín nekünk. A rendezvény résztvevőit Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntötte,
aki elmondta, a magyar kultúra tartott meg minket a Kárpát-medencében, ezért át kell, hogy adjuk az örökségünket az utánunk következő nemzedékeknek is. A verbunk az egy olyan örökség, amelyből úgy gondolom, hogy lényegében kinőtt az a tánckultúra is, amelyet megismertünk. Lehet, hogy egy kicsit túlzás, de azért mégis, hogyha a néptáncot halljuk, akkor a verbunk szó az mindenkinek beugrik az elsők között. És ezért nagyon fontos az, hogy ennek a férfias táncnak azért teret adjunk, akár egy külön nappal is, és ezért vagyok én is nagyon boldog, hogy itt most a mai nap itt a Sóstói Múzeum faluban, amely ugye egy megyei érték, az külön a verbunkról szól, és az meg különleges, úgymond finomságot ad a rendezvénynek, hogy ma van a népmese napja, és a népmesei elemeket azért össze is kötötték itt a mai rendezvényen a verbunkkal, és ezáltal még színesebbé vált ez a program. A gála műsorban fiatal táncosok is közreműködtek, akik számára nagyon sokat jelent a néptánc. Mindennapos része a tánc, egy kikapcsolódás, ami sosem fog elmúlni. Nekem is igazából, hogyha táncra megyek, én azt érzem, hogy ott megnyugszok, feltöltődök. Hát a közösség is nagyon jó, és meghatározó része az életemnek. A falu központban rendezett gálán a Nyírségtánc együttes mellett fellépett a Szabolcs, a Szatmár, a Bodrog és a Debreceni Népi Együttes is. A talpalávalót a Sziket zenekar húzta. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Jelentős gazdasági mérföldkő Nyírtét életében elkészült az ipari park a településen. A csaknem 3 hektáros területen többek között egy új raktárépület készült el. Nyírtéten nem csak az új raktárépület készült el, a meglévő létesítményeket is felújították, emellett az új úthálózat is megépült a nyírtéti ipari parkban. Kicsik és nagyok egyaránt találhatnak kedvükre való programokat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a hétfőn kezdődött országos könyvtári napok keretében. Mintegy 150 településen lesznek író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, gyermek- és ifjúsági programok. Október 5-én pedig Karádi Katalin emlékest várja az idősebb korosztályt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében. Ismét a verbunktól volt hangos a Sóstói Múzeumfalu szombaton délután. Nem csak Nyíregyházán, hanem az egész országban ropták egyszerre az ősi magyar táncot. A verbunk 2019 óta része az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékének. Idén a mese napjával közösen ünnepelték a táncot Sóstón. Október 2-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka derült tiszta időre lehet számítani, a hőmérséklet őszies lesz, 12 és 16 fok körül alakul. Kedden napközben folytatódik a késő nyárias idő, kisebb eső előfordulhat, a hőmérő higanyszála 24 fokig emelkedhet. A hét további részében egyre inkább őszbe fordul az idő, csapadék nem várható, a hőmérséklet 20 fok felett lesz napközben.